Sziasztok mindenkit! Tari Ádám vagyok, és itt is lennénk egy újabb sütő-főző videóval, pontosabban egy olyan videóval, ahol megmutatom nektek, hogy mit teszek edzés előtt, amikor tömeget növelek, versus amikor diétázok, vagy más néven szálkásítok. Mivel rengetegen kérdeztétek, és kértetek, hogy csináljak egy ehhez hasonló videót, ezért úgy döntöttem, hogy jó, összeszedem azokat az alapanyagokat, amiket használok, diétánál versus tömegnövelésnél, és megcsinálok két külön edzés előtti kaját nektek, megmutatom, hogy csinálom, és kiszámolom utána nektek a makro tartalmát, illetve az összkalória tartalmát. Úgyhogy kezdjünk is bele, kezdjük a diétással. Hoztam kettő tányért, itt is vannak, ebben elkészítjük a diétát, ebben pedig a tömegnövelő kajánkat. Mint láthatjátok, az egyik kétszer akkora, mint a másik. Igen, ez a diétás, úgyhogy a diétánál kérem szépen, mielőtt valaki félreérteni, ebbe csak zabban, nem fehérje por. A diétánál általában 80 g zabot szoktam enni. Ez durván egy ilyen 3 teljes evőkanál lesz. Hát, hogyha ilyen, akkor mehet igazából belőle. Vagy 4. 4 ilyen evőkanállal. Ez a diétás. Egyelőre elkészítjük ezt, aztán pedig jön a tömegnövelés. Diétánál, ahogy már említettem, 80 g zab fog belemenni, egy adag fehérje por, mindegy milyen fehérje, lehet szájtekes, lehet biotekes, bármi, ez kérem szépen jelenleg Nutri-kóros, nekem ízlik az íze, ez ilyen tejcsoki, ami fincsi. Annyit kell tudni, hogy diétánál nem szoktam beletenni tejet, mert az extra kalória, azt csak tömegnövelésre teszek bele, úgyhogy még fogunk beletenni 100 g fagyasztott mállát, és igazából bedesszük a mikróba, a kis vizet öntünk hozzá, és készen van. Mondja, hogy 107 g pontosan, kis vizet engedek hozzá, aztán pedig berakjuk a mikróba. Másfél percre. Kész is van. Kivesszük. Hátfeket nem olyan forró. Na és most mehet bele a málna. Jól néz ki. Sép bácsi nagyon jól megcsinálta. Összevarázsoljuk, hagyjuk kicsikét állni. Na, máskor tegyétek be málnával. Mindegy, sép áramat kicsit elbaszta. Megcsináljuk közben, kérem szépen, megcsináljuk a tömegnövelő zabunkat. Amihez van egy ilyen baszott nagy tál, és hát igazából kalóriában szinte a duplája lesz, mint ez. Ugye ez a diétásunk. A diétásunk, amúgy kiszámolva, már most megmondom nektek, összesen 35 g fehérjét tartalmaz, 10 g zsírt tartalmaz, és 57 g szénhidrátot, ami összesen 476 kalória. Tehát ezt teszem szálkásításnál, diétánál, edzés előtt egy ilyen másfél-két órában. Tömegnövelésnél, jön az ab vissza. Tömegnövelésnél kérem szépen egy ilyen 120 g zabot szoktam nyomni. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Nyilvánvalóan itt a konyha mérlek, hogy úgy van kivérhetitek, de az évek meg a rutin során már azért tudom, hogy kb. Mennyi egy ilyen evőkanál, 20-22 g, hogyha nem túl kúpos. Mindegy, 120 g, ebbe fogunk majd kérem szépen beletenni egy banánt, tehát így van. Mehet bele egy teljes banán, nagy banánt válasszunk, ez egy ilyen jó 130 kalória, ezt szépen beleteszem, akkor ugyanúgy majd fog belemenni fehérjepor, one scoop, elég egy adagoló kanállal, így, nagyon gusztusosan néz ki, barándarabkával. Ezt teszünk egy 2-3 deci tejet, meg van felbontva, ez. 2-3 deci tej mehet, most én szemmel fogom nektek tolni. Hát, ez egy durván annyi. Illetve én egy kis vizet szintén öntök hozzá. És igen, felhégítottam vízzel, így néz ki. Ugyanúgy berakjuk a mikróba egy ilyen másfél-két percre. Ez is készen van. Vagy magyarul teszünk bele egy 30 g-ot, az durván egy evőkanál, vagy én most fogok beleönteni, durván egy maréknyi. De mondom, ha tömegeltek, mindenképpen mérjétek ki, azért én már az évek alatt tudom, hogy kb. Mi mennyi, meg hány gram.
kb. Ennyi lesz egy 30 g, egy maréknyi. Ez ugye mehet bele, és igazából ez lesz a tömegnövelő kajánk edzés előtt egy másfél-két órával. Kurva gusztusosan néz ki mind a kettő, tehát tiszta food porn, gyerekek, tiszta food porn, amit látjátok. Ez is kurva jól néz ki. Meg ez is, most már össz tudtuk keverni a drágát. A tömegnövelő kajáknak a makrotápanyagai a következők. 50 g fehérjét tartalmaz, 31 g zsírt és 108 g szénhidrátot, ami összesen 942 kalória. Tehát 476 kalória versus 942 kalória. Mind a kettő eszméletlen jól néz ki, amint látjátok. Annyi különbség van, hogy ezt ugye diétán eszem, szálkesítésnek, ez pedig tömegnövelésnél. Úgyhogy ennyit erről. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó és informatívnak gondoltátok, akkor nagyon szépen kérek mindenkit, hogy nyomjatok rá egy lájkot, osszátok meg és kommenteljetek, és ne felejtsetek el jelentkezni online programomra, hogyha szeretnétek személyre szabott tömegnövelő étrendet vagy szálkásító étrendet. Felmentek az aranytarikprofizik.hu weboldalamra, és a szolgáltatásaimnak, meg a programjaimnak a menetét és az árát is megtaláljátok. Mindenképpen írjatok és jelentkezzetek a programra a kérdés kitöltésével. Ne felejtsetek el követni Instagramon, aranytarikprofizik a nevem, hogy láthassátok posztjaimat és akcióimat edzéstervekre és étkezési tervekre is. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, iratkozzatok fel, légy szíves. Peace!